fél életedet a szemünk előtt töltötted. Jézusom, ez tényleg nagyon durva. De olyan, hogy műsor vezet, és azt mondja, hogy wow, ilyen de szexi vagy, megyek Thaiföldre jövőre. Jaj. Mindenhol kívülállónak érzem magam. Ez a tárgyasítás, még megfűszerezett kis ázsiai fétissel, borzalmas. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Sziasztok! Mai vendégem még csak 30 éves, de már több mint 15 éve ismeri az ország. Még gyerek volt, amikor a Megasztár 4. évadában szerepelt, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, nagyon gyorsan a magasba emelték, ahonnan aztán menetrendszerűen jön a visszatérés a földre. Hogy ezután valaki hogyan képes magát és a karrierjét újraépíteni, na ez egy nagyon izgalmas kérdés. Erről is fogunk beszélgetni, ilyennel. Nagyobb az az ernyő, mint te. Hello! Hello! Figyelhetem a... Bármit, bármit, gyere, azt mondja, de én meg az ennek kilencsőjét. És akkor van mindenkinek egy csak... Jaj, de jó! Howard Katalin kulacsa a Madács Színházból. De jó, kis merch. Na, akkor indulunk, úgyis odaviszlek a Madácsba. Mert hogy te vagy az ötödik feleség, akit lefejeznek. Így van. Mondjuk nem te vagy az egyetlen, akit lefejeznek. Nem, háromunkat is. Igen, nyolcadik Henrik feleségei közül. Na, szóval, hogy most itthon, éppen, itthonról otthon, otthonról haza, gondolom ebben élsz, nem? Mm-hmm. Igen. Meddig vagy itt? Március 7-én. Aha, akkor már nem sok, születésnapod után. Igen, tudom. Egy nappal, igen. Hát már azért is, mert 6-án van a születésnapod, úgyhogy boldog születésnapod. Köszönöm. Előre is, nem szokás, de mire ez adásba kerül, már utána leszünk. És hogy ez egy nagy szülinap. Igen, ez egy kerek. Igen. Kerek év. Igen. Hogy vagy te ezzel, ilyen? Hogy... Ezzel a 30-assal. Hát azért így, azért durva, hogy ilyen gyorsan elmentek ezek az évek, de én azt gondolom, hogy a 30 az új 20. Na tessék, és ez mit jelent számodra? Hát egyrészt az én környezetemben a velem egykorúak, még senki sem házas. Uh-huh. Itt az itthoni barátaim azért előbb, azt hiszem, hogy kezdenek? Előbb, igen, hogy előbb születik baba, meg előbb... majdnem mindenki vagy komoly kapcsolatban van, vagy házas, de... New Yorkban még a komoly kapcsolat is ilyen nehezen. Aha. Kihívás. Hát kihívás, meg sokan nem is akarnak így elköteleződni, mert hogy most éppen ilyen, nem tudom, a karrierjükre koncentrálnak, vagy így ilyen szabad, jóló életben van. Ja, hogy ugye el vannak. Igen. És szóval választott családjukkal, a baráti társaságukkal. És ebben vagy így egy kicsit, hogy... Igen, New Yorkban ebben vagyok. Aztán ahogy hazajövök, egy kicsit megváltozik nyilván a környezetem, és ezáltal az élet stílusom is. De igen, nem félek ettől a 30-tól, meg azt gondolom, hogy emlékszem, amikor tini voltam, vagy ilyen 20 éves, és amikor megkérdeztem az idősebb barátaimat, a 30 pluszos barátaimat, hogy melyik időszakuk volt a legjobb, akkor azt mondták a legtöbben, hogy nyilván az egyetem az egy ilyen nagyon emlékezetes időszak, de hogy 30 felett az a jó, hogy akkor van egy ilyen, hát, hogy tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy mit akarsz, anyagilag is azért kicsit biztosabb lábon állunk azért 30 fölött, mint mondjuk 30 alatt. Igen, meg mint egyedehol, de hogy igen. Szóval, hogy van benne egy ilyen, tehát hogy ez a 30, és szerintem, hogy ilyen fiatalnak is érzed magad, de hogy már felnőttél, és tisztában vagy azzal, hogy merre akarsz menni. Szerintem ez a jó oldala. Persze nem minden esetben van így, meg vannak olyan évek, amikor elveszünk, és fogalmunk sincs, hogy mi van, de hogy amúgy. De hogy neked akkor nincs ilyen, nem tudom,
szoktak ezt a negyed, ez a quarter life crisis, tudod, hogy a negyed életi válság, tehát már nem csak az élet közepi válság van, hanem már ez a 25-30 körül is szokták mondani, hogy ott bekapcsolódnak gombok, hogy fú, lemaradok erről, lemaradok arról. Nekem képzeld el, hogy valami miatt, wow, ez a kamera, ez nagyon fancy. Igen, ez igen, életemben nem láttam. Virtuális tükör. Tök jó. Igen. Szóval, hogy érdekes, mert nekem a 20, azt hiszem a 26, és a, vagy a 26, vagy a 28, nem tudom, valamelyik a kettő közül. Szóval pár éve. Igen, tehát akkor volt nekem ez a quarter life crisis. Uh-huh. Volt egy olyan év, amikor én nagyon, nem tudom, zavarodottnak éreztem. Uh-huh. De és akkor mit éreztél, hogy így mi lesz veled? Hát igen, hogy mi az értelme mindennek, és hogy hol akarok élni, mit akarok csinálni. Ez pedig pont egyébként Covid után egy évvel volt, szóval nem volt könnyű senkinek. De akkor igen, sokan volt. Meg voltak zavarodva. Igen. Igen, szóval nekem akkor volt, és egyébként simán lehet, hogy most a közeljövőben megint lesz egy olyan év, amikor így most megint nem tudom, hogy mi van, de én már így megbarátkoztam ezzel az érzéssel, főleg szerintem művészként valahogy immunissá kell válunk ahhoz, hogy tehát ehhez a hullámvasúthoz, tehát az a művész lét az eleve nem egy ilyen tipikus, stabil, tudod, hogy mi történik nem a következő, igen, tehát hogy elég kiszámíthatatlan, és ezzel szerintem valahogy együtt kell élni, úgyhogy ettől a hullámtól, hogy egyszer fent, egyszer lent, már nem ijedek meg, inkább próbálok fizikálisan, meg mentálisan így gondoskodni magamról az ilyen időszakokban. És hogy gondoskodsz magadról? Mi a megküzdési módod? Válságokban, vagy olyan idő, bizonytalan időszakokban? Nekem, ami nagyon sokat segített ezekben az időszakokban, az a rutin. Megtalálni egy jó rutint. Tehát rendszer, ez tudom, hogy nagyon egyszerűen hangzik, de hogy szerintem annyira nagy befolyásoló tényező az életünkben. Tehát ez, hogy mindig megpróbálom az ebéd, vacsora időt ugyanakkor beidőzíteni, próbálok eleget aludni, ugyanakkor felkelni, edzeni, és beidőzíteni azt is, hogy mikor pihenek, mert elég sokat dolgozom, járok terápiára, nyilván mentális egészségemre is próbálok ügyelni, és szerencsére találtam egy olyan pszichológust, akivel tök jó. Együtt tudsz működni? Igen, tök jó tudunk együttműködni. Úgyhogy jaj, akkor így kicsit jobban ráfókuszálok arra, hogy így meghallgassam magamat, és napról, tehát hogy mondjam, nem elemezni az elkövetkezendő 5 évet, hanem inkább napról napra haladni. Egyik napról másikra. Igen. Aha. Igen, amikor egyébként az egyik legjobb ilyen, ha úgy tetszik, pszichológusi tanács volt, vagy szakértői tanács volt az életemben, az, amikor egy ilyen igazi nagy válságban voltam, hogy vannak ezek vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen csak az egyik levegővételtől a másikig kell eljutni. Igen, tehát csak a következő lépcsőfok. Tehát tényleg csak a következő 5 percet, és akkor azokat az időintervallumokat lehet egy kicsit mindig tágítani, hogy már egy következő napig, következő hétig, és akkor egyszer csak így az idő segítségével kirángatod magadat a szarból. Abszolút. Szóval, hogy... És nem lehet mindig az, hogy mindig fent, és mindig minden jó, mert nem ilyen az élet. Nem. Azért, hogyha így belegondolok, hogy már mennyire régóta ismerünk idézőjelben téged, vagy legalábbis látunk téged, hogyha ennek a 30 évnek a több mint a felét. Tényleg. A nyilvánosság előttél. Igen, mert hogy 15 se volt, 14 voltál, amikor a Megasztár 4. évadában feltűntél? 14 volt, ebben nagyon durva belegondolni, hogy a fél életedet a szemünk előtt töltötted. Jézusom, ez tényleg nagyon durva, de így nem gondoltam bele. Ugye? Wow. Nagyon. Nagyon, és hogyha megnézem mondjuk a régi kicsi hient, a 14 évest, meg a, nem tudom, a, ugye amikor a különböző élősókat, meg akkor annyi, tehát tényleg egy kislányt látok. Igen. Aki nagyon profin hozza azt, amit valahogy zsigerből tud a színpadon, de mégis egy kislány. Igen. Te mit látsz, amikor meg szoktad egyáltalán nézni az akkori magadat? Hát képzeld, akkor szoktam ezzel a múltbéli énemmel többet szembesülni, amikor hazajövök Magyarországra, mert hogy visszajövök abba a szobába, amit úgy hagytam, amikor eljöttem. Aha.
és ott van. Honnan a Megába is mentél meg a sztárba? Igen, tehát hogy itt vannak még a gimis kori tárgyaim, és próbálok azért így megszabadulni dolgoktól, amik már így nem kellenek, és annyit nem jelentenek, mert nem szeretnék. Hát azért fura, most ugye tavaly volt az, hogy itt voltam fél évet, és akkor fél évet abban a szobában élni, az annyira furcsa volt, tényleg ilyen időutazásként éltem meg. És nemrég elővettem azokat a régi ajándékokat, meg rajzokat, amiket a Megasztár idején kaptam rajongóktól, vagy nini korszakomban. És annyira megható volt ezeket így visszanézni, meg visszaolvasni. Uh-huh. És igen, akkor szoktam, mert amikor New Yorkban vagyok, akkor annyira sok minden történik, hogy így kevés olyan pillanat van, amikor így megállok, és így reflektálok, hogy akkor mi is történt az elmúlt években, akkor így nagyon így a jelenben, meg a jövőben vagyok, és amikor hazajövök ide, akkor szoktam egy kicsit így megállni, és akkor így végig gondolom, hogy mennyi minden történt. Hát rengeteg minden történt, és az a pont olyan érdekes, amikor most kérdezzelek arról, hogy hogyan gondoskodsz magad, vagy támogatod magadat a nehéz időszakokban, hogy így nagyon, szóval, hogy kellett, mert azért, hogy valaki 14 évesen bedobnak a társágba, vagy az ismertségbe, és úgy, hogy ha jól tudom, akkor a te családodban te vagy az első ilyen ismert ember? Vagy így, igen. Hát a nagyszüleim nekem zenészek voltak, népzenészek. Tehát hogy ezt a fajta ismertséget, ennek a természetét nem meg átadni neked, gondolom. Nem, és 14 évesen azért ez nem is annyira normális, hogy az ember egy ilyen. Igen, igen, igen. Szóval tökre érdekel, hogy látod ma azt a kislányt és azt a helyzetet, amiben ő került. Milyen az neked ma ott ebben a szobában visszagondolni rá? Azért az kemény volt, pedig nem bántam meg, hogy így történt, mert nyilván csomó szeretetet is kaptam a közönségtől, és akkoriban nekem csak az volt, hogy én énekelni szeretnék. Ez mindegy, hogy hol, csak énekelni szerettem volna, és fel akartam fedezni a zenei világot. Ennyit tudtam. De aztán nyilván amivel együtt ez a csomag jött, az ismertség, a bulvár, a média, arról semmit nem tudtam, és valahogy így most visszanézve ebben nőttem fel. Tehát most már ilyen természetes. De amikor elköltöztem Amerikába, és ugye ott egy egyetemista voltam, nem teljesen más életet éltem, akkor jöttem rá, hogy hú, azért az nagyon kemény, nagyon volt. Igen, az nagyon más, és nagyon kemény, és egy ilyen egy tizenéves, aki ha nincs meg az erős, nem tudom, támasza, vagy ez a környezet, aki úgy nagyon támogató és feltétel nélküli szeretettet tud neki adni, hogy például azoknak nagyon nehéz lehet. Nekem, én szerencsés voltam, hogy ott volt a családom, a barátaim. Igen, ők ott még végig támogattak, szurkoltak, érted, őket lehetett látni. Igen, nagyon ott voltak, és az a kiadó, akivel együtt elkezdtünk dolgozni, a TomTom kiadó, velük is tök jó élményem volt, de nyilván ennek az egész világnak vannak azért árny oldalai, és olyan szegmensei, meg olyan emberekkel találkozik az ember, akikkel így, hát, hogy így nem jó élmény visszagondolni. De sérültél szerinted ebben? Vagy inkább edződtél? Vagyis? Hát, ez ilyen mind a kettő, szerintem. Mind a kettő. Sok mindenre azt gondoltam ott, hogy normális, ami most visszatekintve, már úgy vagyok valahogy, úristen, én nem akarnám, hogy mondjuk a gyerekem ilyen helyzetbe bekerüljön. Igen, tehát ez az egész... De hogy mi? Hogy média, bulvár, televíziózás, tehát hogy azok a... Sokszor olyan színbe voltam szerintem feltüntetve, ami nem igazán én vagyok, vagy én voltam, és ez akkor is, amikor már felnőttem, hát jó, úgy felnőttem, hogy 18-19 voltam. Nem 14, hanem 18. Igen, nagy hogy, gyerek voltál, igen. De hogy ebben a világban, sokszor, most visszatekintve azért sokszor érzem azt, hogy
hogy nem egy olyan kör, nem egy ilyen egészséges környezet volt. Igen, azért érdekes megnézni a, mit tudom én, a Túl szép című számodnak a videóklipjét például, ami akkor nagyon nagyot ment, hogy ott látunk egy, nem tudom, 15-16 éves, 14, nem tudom, hogy akkor mennyi voltál nagy, de még ez viszonylag hamar a mega után következett, hogy ott ugye egy tütőben, nagy hajjal, nagy strasztos mink, mindent, tehát tényleg egy ilyen nagyon megcsinált, és hogyha megnézem a mai zenédet, a mai mondjuk a tavaly jelent meg a Family című videóklipet, szóval ott egy ilyen érett az identitásával, a gyökereivel összhangban lévő felnőtt, fiatal felnőttet látok. Ugye akkora a kontraszt? Igen, mert amikor 14 éves voltam, akkor szerintem a média, vagy azok a televíziós produkciók, amikben részt vettem, hogy nekik volt egy elképzelésük, hogy mi az én karakterem, és akkor én az voltam. Tehát, hogy az nem egy olyan tér, ahol úgy van ideje, vagy tere az embernek úgy igazán kibontakozni, vagy megtalálni, hogy mi is az igazi hangom. Aha. Hanem, hogy ott van egy ilyen előre lefestett kép, egy karakter, és akkor annak kell megfelelnem, és az vagyok. És te megtetted a dolgodat. Én megtettem a dolgomat, és később, amikor idősebb lettem, meg környezetet váltottam, akkor láttam azt, hogy hát ez egyáltalán nem én vagyok. Uh-huh. Az, amikor te elmentél, egy nagyon nagy dolgot vittél te végben, hiszen ugye teljesen saját erőből felvételiztél a Berkeley-re, Bostonba, az egyik legnevesebb zenei egyetem az Egyesült Államokban, sőt a világon, és teljes ösztöndíjjal vettek föl, ha jól tudom. Igen. Szóval ez nagyon menő. Köszönöm. Tényleg, és ugye ez 14-ben volt, tehát még mindig csak 20 éves vagy ekkor. Igen. Úgyhogy, de hogy már mögötted van 5-6 év ebben, amiről most beszélgettünk eddig, ebben a forgatagban, mindenféle rádaggatott szerepekben, meg megfelelési kényszerekben. Szóval, hogy mennyire lehetett azt mondani, mondjuk, hogy például hogy egy pici menekülés is volt ebben, hogy te egészen Bostonig mentél. Nem. Nem, én azért szerettem azt az életet, amit éltem azelőtt, hogy kiköltöztem, tehát hogy nagyon szerencsés voltam tényleg. A családom, a barátaim, tehát egy nagyon támogató, közvetlen környezetem volt, és nem panaszkodnék. De az tény, hogy valahogy éreztem, hogy valami mást keresek most, és hogy valami másra van szükségem ahhoz, hogy fejlődjek, mint művész, mint ember. És fontos volt számomra mindig is, hogy egy jó suliba tanulhassak. Tehát, hogy valahova nyilván az érettség után kellett menni, és akkor felvettek a műszaki egyetemre itthon, aminek tökre örültem, de aztán így visszagondolva nem is értem, hogy képzeltem azt, milyen hogy... szakra, ha megkérdeztetem? Vegyészmérnök. Ah, oké, okay. Tehát hogy még csak nem is a hangmérnöki, hanem vegyészmérnök. Igen. Aztán, tehát akkor volt a fejedben akkoriban egy alternatív elképzelés, hogy te vegyész leszel? Igen, meg a szüleim is akarták, hogy legyen egy igazi szakma. Aha. De amikor megkaptam a teljes ösztöndíjat, akkor azt mondták, hogy nagyon, hát igazából. Azzal már nem lehet vitatkozni. Azzal nem, pedig azzal nem. Amikor először mentem a meghallgatásra, akkor egy fél, tehát hogy az ösztöndíjamnak a felét fedezte a suli, és az még mindig nem volt elég ahhoz, aha, hogy bármit elkezdjek ott, mert nem voltunk olyan anyagi helyzetben, és amikor másodjára felvételiztem, és megkaptam a teljes ösztöndíjat, akkor tudtam kimenni, és mondtam a szüleimnek, hogy figyelj, tényleg, tehát nem kell semmit fizetni, mehetek. És akkor ők azt mondták, hogy na jó, menj. Igen, és akkor nagyon támogattak benne, és nem féltettek már annyira. És akkor még együtt volt a család, anyukád meg apukád? Igen. Ezt tudom, hogy utána ez a család azért ugye felbomlott, ami mindig egy ilyen iszonyú nagy törés, hiába nagy gyerek már valaki. Igen. Szóval igen, az nagyon nehéz, viszont az nagyon megható volt, hogy a Berkeley, ha jól tudom, a diplomaosztaton anyukádnak mondták köszönetet. Igen, az nagyon jó volt a diplomaosztó, hogy ki tudott jönni anyu, és az egész
ceremónia, meg a koncert nagyon, nagyon jól sikerült, úgyhogy ez egy ilyen örök élmény marad számomra is, meg neki is. Igen, gondolom, hát meg mekkora dolog már, hogy ott diplomázik a lánya. Igen, és azóta kijött még egyszer, amikor New Yorkba költöztem. New York annyira nem tetszett neki, mint Boston egyébként, de nagyon jó viszonyban vagyok a családommal, anyukámmal is, apukámmal is. A két tartjátok a kapcsolatot mindenkivel? Mindenkivel, igen, tehát ezért nagyon hálás vagyok, hogy egy nagyon egészséges kapcsolatom van mindannyiukkal. És ez szerintem tökre ritka. Hát igen, meg hogy ebben meló van, mert hogy nehéz családok, tehát hogy amikor megváltozik a családi dinamika azért, mert mondjuk felbomlik a szülők házassága, nekem is elváltak a szüleim, utána meg kellett dolgoznom azért a kapcsolatomért, például ami az apukámmal van ma, aki elment, mert utána, tudod, ebben van egy csomó érzelem, hogy dű van, hogy harag, hogy nem tudom, miért tesz egy csomó mindent, és akkor hiába vagy felnőtt, ott van munka ezzel. Nem? Persze, viszont érdekes, mert hogy mit tesz a távolság, mert nyilván kevesebb időt tudok velük tölteni, mert nem más országban, igen, de hogy emiatt, amikor együtt vagyunk, akkor ez meg nagyon minőségű idő, és ez viszont tök jó. Ez tök jó. Ez tök jó, és milyen volt a... Ugye te Sopronban voltál kicsi, ugye? Vagy ott laktatok, amikor ti kicsik voltatok. Igen, Budapesten születtem, igen, aztán Sopron, aztán jöttetek vissza, amikor... Igen, a Megasztár idején jöttem. Jöttetek föl? Igen. Pestre. Mm-hmm. Igen, nem csak arra akarok kiukadni, hogy milyen volt vietnámi magyarként felnőni egy vidéki magyar városban a 2000-es évek elején. Mert amikor az ember gyerek, akkor más nem akar, mint ugyanolyan lenni, mint az összes többi gyerek. Igen. Erre vágysz, mert azt látod a biztonságos befogadás állapotának, ha olyan vagy, mint a többiek az óviban, a játszótéren, a kisiskolában, bárhol. Igen. Na de, és akkor ugye te már abóvó nem tudtál ugyanolyan lenni. A vietnámi származások. Sopronban nyilván én voltam az egyedüli. Ázsiai. Igen, a suliban. Budapesten azért nyilván a vietnámi közösséggel többet tudtam őt érintkezni, meg találkozni, de igen, amikor így visszanézem a régi osztályképeket, a csoportképeket, és akkor így látom, hogy ott van egyedül egy ázsiai hány az összes magyar gyerek között, hogy ez ilyen visszanézve az így, mert egyébként voltak barátaim, meg nem volt ilyen traumatikus élmény, bár azért volt, hogy így bulingoltak, meg így beszólogattak, de hogy mivel így... Azért, mert a fizimiskád más volt. Persze, aha. Tehát ez a kínaizás, meg amikor még bejönnek a szüleim, a gyerekek ugye elkezdek sugdolozni, meg ilyen mutogatnak. Igen, tehát ez volt abszolút, és ez sem normális egyáltalán. De amikor ebben nőttem fel, azt gondoltam, hogy jó, hát ez a világ. Ilyen a világ, és ilyen egy hétköznapom. És amikor megtapasztaltam egy teljesen más környezetet, ami sokkal ilyen, sokkal multikulturálisabb, akkor jöttem rá, hogy ja, ennek nem feltétlenül kell ilyennek lennie, de ugyanakkor, tehát ez a sorsom, ez az életem, ez az identitásom, a szüleim idejöttek Magyarországra a vietnámi-amerikai háború után. Ez tűnt a jobb jövőnek, a jobb lehetőségnek, amiért ők egy csomó áldozatot hoztak, és ezért tökre büszke vagyok rájuk, és felnézek rájuk, hogy mennyire, tehát hogy azért ez egy nagyon durva élmény lehet háborúba születni. Igen. És utána nyelvismeret és sem pénz nélkül idejönni egy idegen országba és új életet kezdeni. És teljesen más kultúrában. Igen. Teljesen más kultúrában. Igen, szóval nyilván a vietnámi diaszpora története, mint egyik diaszpora történet sem egyszerű. Igen. Viszont annak az időszaknak már vége, és most már inkább büszkeséggel viselem ezt. Igen, érdekes az, ahogy az ember az identitásával egyszer csak összhangba kerül
legyen az vietnámi származás, vagy bármilyen származás, vidéki származás. Tehát tényleg teljesen mindegy. A lényeg az, hogy meg kell arra valahogy sokszor érni, hogy az ember úgy értékelni tudja azt a sokféleséget, amiből össze van gyúrva, nem? Igen, meg a perspektíva váltás is szerintem tök fontos ahhoz, hogy ezt így jobban lássuk. Nem csak Sopronban, és nem csak a gyerekkoromban, de Budapesten is, a médiában is ért egy csomó olyan szituáció, ami most már visszanézve nem normális. Én azt gondoltam akkor, hogy az normális. De az is a másságoddal? Igen, a másságommal. Tehát, hogy mondok neked ilyen példákat, de nem fogom megnevezni, hogy melyik műsorban meg kimondta, de hogy most gondolod, ott vagyok egy fiatal hölgy, egy fiatal lányként a színpadon, és oda jön a műsorvezető, és azt mondja, hogy wow, ilyen de szexi vagy, megyek Thaiföldre jövőre. Jaj. Tehát, hogy akkoriban azt gondoltam, hogy hát ez csak egy... De jó poén. Igen, de ez egy vicces dolog, ilyen ez a tévézés, aztán most visszanéz a felnőttként, meg... De ez gusztustalan. Igen, hát ez nem jó. Igen, ez nem szép, és nem, több mint nem szép. Illetve egy csomó olyan helyzet van, amikor az ember utólag annyira jó riposztokat tudna mondani, meg olyan jó visszavágást tudna, meg ugyan jó helyre tudná tenni, hogy ez miért nem oké, és a többi, miért ne legyél rasszista. Igen, csak akkor szóval, ugye ott vagyok 19 vagy igen. 18 évesen, és akkor inkább és színpadi helyzetben van. És nem tudok semmit igen. mondani, most meg visszanézem, most nyilván eleve egy ilyen szituációban azért nem kerülnék, mert kerülöm azokat a világokat, ahol ezek nincsenek így még rendbe téve, de hogy igen, visszanézve ez ilyen, micsoda, hogy ez így megtörténik élő adásban, és akkor ezt nézi, tömegek nézik ezt, és ezen... Meg fiatalok is. Fiatalok, igen, és ilyen értékeket közvetítenek, hogy ez vagy van. Igen. Igen. Amúgy érzel bármi változást itthon ezzel kapcsolatban? Persze, szerintem mindenhol van változás e tekintetben, valahol gyorsabb, valahol lassabb. Olyan szépen és diplomatikusan fogalmazom. De igen, van változás, és szerintem nem szabad elveszíteni a reményt, hogy mindig tud ez jobb lenni. Uh-huh. De kapsz még beszólásokat, vagy bármilyen ilyen jellegű kérdéseket, mondatokat, amelyek... Kapok még, de sokkal kevesebbet, mert már kerülöm azokat a platformokat, meg közösségeket, meg környezeteket, szóval... Jó, hogy mondjam, igen. Értem, csak bocsánat, de hogy az, hogy akkor te kerülöd a környezet. Tehát nem azt mondod, hogy azért kapok kevesebbet, mert kevesebb van, mert az emberek elkezdtek érzékenyebben is, tudatosabban viszonyulni ezt, hanem azért, mert te nem mész oda. Mind a kettő igaz. Aha. Te kint élsz az időd egyik nagy szeletében Amerikában, ahol éppen az elmúlt években, mondjuk a 2010-es évek közepe óta lehet tapasztalni azt, hogy mondjuk a nők elkezdtek kiállni magukért. Amit igen. sokszor nem bocsát meg nekik a társadalom, de elkezdtek felhangosodni hangok, hogy ezt nem lehet velünk megtenni. Ne nézz egy darab húsnak, ne csak a ruhámról kérdezz, hogyha éppen Oscar-díjat vettem át. Szóval, hogy érted? Igen. Tehát, hogy van ebben azért fejlődés. Igen, ez a tárgyasítás, még megfűszerezett kis ázsiai fétissel borzalmas. Tehát, hogy sokszor azt kívánom, hogy inkább lenne kevesebb követőm, mondjuk a közösségi oldalakon, de hogy olyanok ne kövessenek, akik csak a külső miatt, vagy csak valami teljesen más hátsó szándékkal követnek, és nem a munkám miatt. Van akkor látható mennyiségű ember? Igen. Aha, így közeledik. Igen. Jaj. Igen. Elég sok. Úgyhogy... Ez egy olyan, ami... Na igen, ennek a bulvár televíziós világnak azt a közönséget nagyon, hogy mondjam... Megszólítja. Igen, behívta. Behívja, és ez az árnyoldal, amit mai napig nem szeretek. Igen, azt elhiszem, és hát ez ráadásul egy olyan dolog, ami a részed, és mindeközben meg büszke vagy arra, hogy ázsiai vagy, és az kultúrádból, és tényleg annyira szép az, ugye, amit tanultál te a
a Berklin, és beszélünk egy kicsit erről, hogy, hogy sound design-nak hívják, ami ugye inkább te mondd el, hogy ez mi. Jó, mert hogy én ahogy elkezdtek a bölcsészdiplomámmal erről beszélni totál botfülűen, de inkább de te mondd el, hogy ez mit jelent. Én se tudom jól elmagyarázni ez a durva. Jó, de neked papírod van róla, legalább. Egyébként a sound designon belül nagyon sokféle ágazat felé lehet menni. Arról beszélek inkább, hogy én mit csinálok. Te mit csinálsz? Én miben specializálódtam. Jelenleg egy neurotechnológiai cégnek csinálok, gyártok ilyen ambient meditációs zenéket, és különböző sound design koncepciókat. Uh-huh. De előtte csináltam, gyártottam ilyen hangeffekteket filmeknek, videójátékoknak, reklámoknak, és a UX UI, azaz a felhasználói élmény projektekben is részt vettem. Tehát amikor, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, mondjuk bekapcsolsz egy appot a telefonodon, és az ad egy hangot. Az is sound design. Az is sound design. Igen, de az is sound design. Egy játéknak van egy, igen, de egy hangzása. Igen. De mondjuk színházban is dolgoztam, volt egy musical, ahol, aminek a sound designere voltam, és az pedig egy teljesen más felelősség, mert ott például már a hangfal szerkezeteket is, tehát hogy azokat megtervezni, hogy milyen modellek, és hogy milyen szögben, hova... Úgy honnan jön a hangzás, igen, és mondjátok, hát, hogy olyankor abba is így bele... Igen, bele kóstoltál. Igen. Ez az alkalmazott része a művészetednek, és mindeközben előadóként is jelen vagy, az előbb beszéltünk arról, hogy jött ki videóklip, és fel is lépsz, hát most nyáron is, tehát nem csak zenés színházban itthon, amiről beszéltünk már, ugye, meg ahova viszlek is a Madácsba, hanem vannak fellépéseid is, és egy teljesen hiteles hangzás. Tehát ugye ez most már legalábbis ránézésre is hallgatva téged ilyen nagyon igazi, nagyon, nagyon te vagy, nem? Köszönöm, igen. Ennek nagyon örülök, hogy bár nagyon sok minden nem stabil az életemben, de az a zenei világ, amit én megteremtek magamnak, ott valahogy mindig biztonságot érzek. És ez az, amit nem tud semmi elvenni tőlem. Tehát, hogy ez az, ami nekem olyan biztos erőt ad, és ezt mondta egyébként a pszichológusom is, hogy amikor a zenémről beszélek, az alkotásról, akkor valahogy egy olyan magabiztosság, meg nyugodtság sugárzik belőlem, amire mindig így emlékezek vissza, amikor ilyen nehéz pillanatokban vagyok. És ez tényleg, ezért így nagyon hálás vagyok, mert ez egy ilyen ajándéka az univerzumtól. Hát meg mennyire jó, hogy ezt a tehetséget tudod például a biztonságod megteremtése és megélésére használni. Tehát, hogy ez annyira szép tényleg, hogy tényleg egy kicsit máshogy beszélsz, amikor a zenéről beszélsz. Olyan, úgy valahogy még a hangod hangzása is más. Most rossz, közben rossz sávban vagyok. Nem tudom, hogy be tudunk-e ide. Elmegyek inkább arra, mert a követő kocsi nem fog tudni követni. Szóval, beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan alkotsz, meg hol alkotsz. Mert hogy ma már nem kell hozzá akkora körítés, mint régen. Nem is, de nagyon sok, tehát én is beszélgetek zenészekkel, akár ebben a műsorban is, akik nemrég voltak karszonkóma, ők is saját magukat menedzselik, saját magukat adják ki, megszervezik maguknak, hogy hol vegyék föl itt, ott, amott a zenéjüket. Szóval nem kell, a Billie Eilish egy az ágya szélén ülve írja és veszi föl a zenéit a bátyjával. Szóval, hogy nem kell feltétlenül hozzá nagyon nagy bármi. Abszolút. Én is egyébként a hálószobámban gyártom a legtöbb zenét, ott van egy stúdióm, és ott csinálok mindent. Most jelenleg nem vagyok se kiadónál, meg menedzsmentnél sem, úgy értem, hogy van egy menedzserem Magyarországon, aki a Magyarországon történő dolgokban képvisel, de hogy így nemzetközileg nagyon sok mindent egyedül csinálok, amit azért néha megunok, tehát most már azért tök jó lenne, hogyha megtalálnám azt a kiadói dílt, vagy azt a menedzsert, aki tudna velem így együtt gondolkodni, de rengeteget tanultam ebben az időszakban, hogy independent artistként
hogy is működnek a dolgok, és amiután lediplomáztam, és New Yorkba költöztem, és megtaláltam azt az alkotói közeget, akikkel mai napig egyébként együtt dolgozom, nagyon élvezem ezt az egészet. Ide jössz Magyarországra, kimész New Yorkba, akkor a vietnámi, nem tudom mennyit jársz például, tudsz-e menni évente? Minden évben megyek Vietnámba. Na, akkor kimész Vietnámba, ahol az megint egy teljesen más igen. otthonérzés fog el, gondolom, a gyökerek, a kultúra abszolút. Jelenléte miatt, szóval, hogy állandó perspektíva váltásban vagy. És ami szerintem egy művész, vagy hát ez a felfedezés, innováció, kreativitásnak tök jó. A perspektíva váltás, sőt, szerintem szükséges is, ezért nagyon hálás vagyok, hogy így utazhatok. Szerencsére a munkám, a pénzkereső munkám az olyan, hogy abszolút flexibilis, tehát, hogy bárhonnan tudok dolgozni, és emiatt minden évben jövök Magyarországra is haza, minden évben megyek Vietnámba is, és hála égnek Vietnámban is most már egyre több megkeresésem van, és több alkotói közösséggel elkezdtem együtt dolgozni Magyarországon is, úgyhogy ez ilyen nagyon izgalmas, hogy így váltakozik az életem a három nagyon különböző nagyon. Ország között. Viszont muszáj megtartanom a rutint, és muszáj odafigyelnem az egészségemre, mert azért ez így megterhelő. Tehát, hogy hiába alakítottam ki a kis életemet mind a három helyen valahogy, de mivel nagyon egyrészt távoli helyek ezek egymástól, és nagyon más váltanak ki belőlem így érzésben is, ezért próbálok ezzel így óvatosan bánni, és sok időt egyedül tölteni, amikor utazom. Mit váltanak ki a helyek belőled? Azt mondod, nagyon mást vált ki a három hely, ez nagyon izgalmasan hangzik. Igen, mert tényleg nekem ez egy ilyen idődimenzió utazás. Egyrészt ugye kulturálisan is nagyon más a három hely, és nagyon más, hogy változik a három hely. Tehát, hogy nagyon érdekes azt látni, hogy mi történik nyugaton és keleten, és mondjuk Európában, ami úgy a kettő között. Hogyan változik a társadalom, hogyan változik a kultúra, az ifjúsági kultúra, az emberek, akikkel én jóba vagyok, ők hogyan változnak, én hogyan változok, hol nem találunk már közös pontot, hol találunk újra közös pontot. Tehát ilyen nagyon dinamikus az egész, de igen, Magyarországon az van, hogy itt mindig a múlt béli énemmel találkozom, a gyerekkori énemmel. New York az, ahol most, tehát az a fő bázisom, az, ahol a legjobban azt érzem, hogy otthon vagyok, pedig nincs ott a családom, de valahogy ott tudom a legjobban követni a rutinomat, ott vagyok a legnyugodtabb, ott érzem azt, hogy mondjuk a kommunikáció a legfolyékonyabb, a biznisz karrier és a társasági életemben is. Tehát ott valahogy olyan működik. Működik, igen, működik. Vietnám pedig ott nekem az egy ilyen nagyon spirituális élmény, mert egyrészt mindig felfedezek valami újat a kultúrámmal, a gyökereimmel kapcsolatban. Szeretek nagyon sokat kutatni a nagyszüleim, a felmenőim történeteiről, és abból inspirálódni, meg a természetben vagyok nagyon sokat. Tehát valahogy ott a természet, a föld, tehát hogy a Vietnámmal való érintkezés a természeten keresztül, az egy ilyen nagyon, nagyon nagy spirituális söket nekem. Elmenni a kedvenc vízeséseimhez, erdőbe, rizsföldekre, és nagyon sokat inspirálódom a művészetemben is. Ez beleépül akkor a hangzásba. Igen, beleépül a hangzásba. És, de ott az, hogy Vietnámon pedig úgy néznek rám, mint egy tehát egy európai, nyugati valaki. Tehát, hogy hiába
ez a külsőm, ugye van akcentusom, és teljesen máshogy viselkedem, máshogy fejezem ki magam, ami egyből. Tehát hogy az érdekes, hogy Vietnámban, de ezzel már így röhögök is, hogy mondjuk beszállok egy liftbe, és tényleg egy ilyen tipikus ilyen vietnámi pizsama van rajtam, meg se szólalok, és így a liftben beszáll valaki, és így 5 perc múlva, de hogy így pár másodperc elteltével mondja, hogy honnan származol. És mondom, még meg se szólaltam, honnan tudod, hogy nem ide valósi vagyok, és mondjuk, hogy egyszerűen csak így ez egy ilyen energia, hogy így a mozdulataimból már látják. Szóval... A vibe. Igen, ez amit egy ilyen vibe. Magaddal hoztál Európából, meg Amerikából. Igen. Tehát, hogy direkt már úgy van, hogy meg se szólalok, és akkor is. Azon gondolkozom, hogy hogyan lehet elvinni ennyi mindent, mert hogy tulajdonképpen mindenhol egy picit kívülálló vagy. Igen. Az életed minden terében. És hogy ezt hogy lehet elbírni? Meg igen. Dolgozni ebből. Nyilván dolgozol ebből, de attól még, hogy hú basszus, azért ez nem lehet egyszerű. Igen, mindenhol kívülállónak érzem magam, de még a... Tehát, hogy még a Berkeley volt az első olyan állomás, úgy éreztem, hogy úgy, itt jobban megértenek, és úgy valahogy így jobban beilleszkedem. De még ott is egy idő után azt éreztem, hogy ilyen kívülálló vagyok, és elkezdtem más társaságokat is keresni, más egyetemekről. És hál' az égnek, tehát, hogy megvannak az igazi, legjobb barátaim, akik már nagyon sok éve mellettem állnak Magyarországon is, Amerikában is, Vietnámban ott vannak a rokonaim, a családom, tehát hogy van egy nagyon stabil bázisom ilyen szempontból, de ez a örök kívülálló érzés, ez így van, és szerintem ez nem fog ez sose elmúlni, mert hogy ez valahogy a személyiségemben is benne van, és próbálok erre inkább úgy tekinteni, hogy ez egy, nem is tudom, ez egy ilyen karakterjegy, amit a művészetemben megint kifejezhetek, és talán ezt tud, nem tudom, különlegessé tenni. Tehát próbálok a hiányosságaimra nem csak hibaként tekinteni, mert nyilván szeretnék dolgozni, hogy jobb ember legyek, mint mindannyiunk, de hogy próbálok ilyen barátságosan is állni helyzetekben a hiányosságaimhoz, és úgy tekinteni rájuk, mint karakterjegyek. Az, hogy egy vietnámi magyar bevándorlóként élek Brooklynban, tehát hogy az is sokszor tud magányos lenni olyan szempontból, hogy kevésbé tudok azonosulni bárkivel, mert hogy az én tapasztalásom vagy életem annyira más. De New York egyébként pont egy olyan... Mindenki egy kicsit ilyen. Mindenki egy kicsit ilyen, és pont ezt beszéljük a barátaimmal, hogy itt ide gyűlt az összes olyan gyerek, akit a gimiben vagy így kicsúfoltak, nem értettek, meg nem voltak barátai, vagy nem, tehát hogy így a kirekesztett, meg nem értett fura emberek New Yorkban egyesülnek. Ja, ez a te baráti társaságod? Igen, de nem. Mindig lesznek a negatív, ilyen lehúzó erők, meg világok, de hogy szerintem azzal tudunk a legtöbbet tenni, hogy nem arra koncentrálunk, hanem inkább több olyan teret kreálunk, ahol pont az ellenkezője érvényesül vagy dominál. A születésnapod estéjén is játszol? Igen. Hatodikán is játszom. De ez egy jó szülinap lesz, mert nagyon szeretek játszani. Szereted? Szereted nagyon. Ezt a zenés színházat? Színpadi? Igen. Ezt a műfajt, és hatalmas élmény a Madár Színházzal együtt dolgozni. Hát, rengeteget tanulok a folyamatban. Aha. De mit tanulsz például? Mi az, amit ez a műfaj, ez a zenés színházad ahhoz, amit csinálsz egyébként? Hát a zenei része nyilván az, amiben nekem több tapasztalatom van, és a színház színészet az, amiben kevesebb tapasztalatom van, bár a Miss Saigonban játszottam. Igen, az operetben. Az operett színházban. De rengeteget tanulunk Szirtes Tamás tanár úrtól, és az egész csapattól. Hát meg ugye itt 6 nő játszik együtt.
Az sem egy... Mondom én, aki egy alapvetően főleg női csapatot vezet, vagy legalábbis én is sok nővel dolgozom együtt, de hogy így, és ez egy nagyon durva sztereotípia, és most én is belefutottam ebben, hát így jártunk, de hogy biztos megkapod ezt a kérdést, nem? Hogy és milyen, együtt, igen, és milyen hát ezekkel a divákkal együtt dolgozni? Nagyon, nagyon hálás, meg nagyon fun, de azért a női energiákból is tud sok lenni, hidd el. Az öltözőben, figyelj, ilyen, elhiszem. Az öltözőben a próbákon. A próbákon, ja. Na, és esetleg még az aztán elköszönök, bár még veled igazán sokáig lehetne beszélgetni. Szóval, hogy utolsó kérdésként, hogy én úgy tudom, hogy az anyukád, a menedzseredet mindig győzködik, hogy még sok ilyen projektet szervezzen neked, mint ez, mert akkor többet lennél itt. Igen, volt egy ilyen beszélgetésük, hogy szerezzen nekem ilyen hosszabb projekteket. Hát nyilván nem. Nem így működik. Nem így működik. De akkor te szívesen jössz, ha van. De igen, szívesen jövök a Madár Színházba. Jól van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Még egyszer boldog születésnapot. Köszönöm szépen. És aztán majd jó utat haza. Köszönöm. Azt érzem, hogy nagy bajok vannak Szlovákiában is. És nem lehet most már hallgatni. Néha az ember kényelmi pozícióból is benne marad, mert hogy úristen, most szányra kaptak, én vagyok most a szexszimbólum, most akkor most ezt ki kell használnom, és minden ilyen szerepet, de még 50 évesen is ezt fogom játszani.